A kamera, a videó, minden tökéletes. Jó, hát sziasztok, én Szalai Feri vagyok, és ez az előadás, ez egyfajta ilyen brain dump lesz. Arról, hogy szerintem hogy kell a 21. században megoldani azt a problémát, hogy van egy rakat alkalmazásunk, főleg webes, amiket szeretnénk hostolni, és hogyan lehet ezt jól csinálni szabad szoftverekkel. Egyfajta kísérlet arra, egyrészt saját magamnak, hogy összefoglaljam, hogy mit gondolok én erről. Másrészt nektek lehet az, hogy ha ilyen problémákkal találkoztok, hogy kell mondjuk 10 000 alkalmazást üzemeltetni egy infrastruktúrán, akkor hova érdemes nyúlni. De mi is az a cloud hosting? Ha valaki nem vette volna észre, akkor 2006-ban a világ alapvetően megváltozott. Ennek leginkább az Amazon az oka, nem a Google vagy a Facebook. Mégpedig azért, mert ugye megjelent egy széleskörűen elérhető nyilvános infrastruktúra az Amazon Cloud szolgáltatásai, és ezáltal, és ezt követően egy csomó egyéb infrastruktúra szolgáltató. Aminek az lett az eredménye, hogy tulajdonképpen API hívásból tudunk SSH promptot kapni. Ez nem győzöm hangsúlyozni, hogy ez mennyire nagy eredmény. Gondoljunk bele, hogy az vállalati infrastruktúra építés az kb. Úgy néz ki, hogy milyen gépet vegyek, milyen diszkel, milyen memóriával, milyen CPU-val, hogy lesz abból hálózat, hogy telepítem fel, stb. Mindez ma egy fejlesztő számára egy kattintás SSH prompt kész. Többivel foglalkozzon az, akinek a dolga. Ellenben, ha ezzel kész vagyunk, akkor tulajdonképpen a munka ezek után más dolgokkal folytatódik, és ezt nem spórolták meg nekünk. Tehát rengeteg olyan dolgot kell még csinálnunk, ami az alkalmazások üzemeltetéséhez, telepítéséhez kapcsolódik. Most egy fejlesztő álma, én alapvetően fejlesztő vagyok, illetve fizikus, tehát majdnem ugyanaz. A fejlesztő álma az az, hogy nekem van egy web alkalmazásom, bármilyen bonyolult architektúrája lehet benne Python, Node.js, a kedvenc Erlang cuccom, kicsit megfűszereztem még egy kis Perl-el, meg egy Haskell-el, fut 4 különböző adatbázis szerveren, mert a N darab fejlesztő azt gondolja, a Redisbe a legjobb tárolni a logokkal, a Postgresbe a relációs adatbázist, és egyébként is ez a Cassandra, ez egy fasz a dolog, tehát miért ne használjuk. Akkor már is elbúrjádzik a dolog, és persze találjunk egy olyan rendszergazdát, aki ezekkel valaha találkozott. Tehát ugye ez mondjuk nem egy triviális feladat. Ezért a fejlesztő az valójában azt szeretné, hogy ő leírja kb. Egy ilyen kis config file-ba, hogy nekem ez van, bekomitolja a repozitoriába a forráskódot, és aztán utána örül. Tehát most nem feltétlenül a hölgyre gondoltam, mint vágyálom. A Google, mint mindig, teljesen máshogy áll a kérdéshez, tehát tegyük fel, hogy vannak már ilyen infrastruktúra szolgáltatásaink, és azt mondta a Google, hogy neki vannak kiváló Python, meg Java alkalmazásai, meg úgy látja, hogy sokan írnak ilyet, miért ne adjunk nekik egy olyan platformot, amivel ezt az élményt, amit előbb leírtam, valóban megkapják. Cserébe azért, hogy teljesen át kell írniuk az alkalmazásokat, megszűnik a relációs adatbázis kezelés, az e-mailt sem úgy kell kiküldeni, és egyébként itt háttérben alkalmazásokat nem úgy kell indítani, hogy ezt elképzelheted, úgy nagyjából mindentől igazán Google-osan kell csinálni, ami azért jó, mert ha ilyet csinál az ember, akkor sokkal könnyebb utána a Google-nél elhelyezkedni, de nagyjából ezen kívül komoly problémák vannak vele. Rengeteg alkalmazást futtattam már Google App Engine-en, többek között például ilyen location-based alkalmazást is, senkinek nem ajánlom. Tehát olyan query-ket kell írni a Google adatbázis szerverén, a Bigtable-ön, ami sokkal lassabb, mint mondjuk egy Postgis. De ilyen szempontból ő valóban egy platform. Tehát API-t ad neked, és teljes infrastruktúrát elrejt előled. Na, ez az, ami túlzás, tehát itt egy kicsit túlzásba estek a fiúk a véleményem szerint, és ezért 2007-ben megjelent a Heroku. Ki az, aki ismeri a Herokut itt a teremben? Nagyszerű, akkor legalább egy újat mondtam. A Heroku 2007-ben jelent meg a nagy mennyiségű Facebook felhasználóknak, és lényegében Ruby on Rails alkalmazásokat azzal az élménnyel látott el, hogy GitHub vagy Git-szerű repozitoriba bepusoltat, és mindent elintézett, skálázott. Ez azért jót jó, mert amikor Facebookon rengeteg ilyen kis Farmville-es alkalmazást kellett írni, akkor egy idő után az lett a probléma, hogy 100 millió felhasználót elég nehéz
egy pillanat alatt kiszolgálni. És a Heroku elintézte azt, hogy ez működjön. És mindenki örült, és mindenki boldog volt, aztán kevésbé volt boldog attól, hogy csak Rubyban lehet ezt megcsinálni. És ezért aztán jöttek további szolgáltatók, DotCloud és Apio, akik azt mondták, hogy mostantól kezdve nem csak Rubyval lehet ezt megcsinálni, a DotCloud azt mondja 2000 óta, hogy bármivel, az Apio azt mondja, hogy Django-val is. Hogy néz ki egy ilyen szolgáltatás, és az előadásom arról fog szólni, hogy hogy lehet egy ilyen szolgáltatást csinálni, mint a Heroku néhány extrával. Alapvetően ez úgy működik, hogy kapsz egy ilyen herokuapp.com-on belül egy host nevet, ők egy DNS szerveren hostolják ezt az egészet, lényegében ez egy Round Robin IP-t ad neked, ez nem egy újdonság. Az izgalom az a load balancernél kezdődik, ugyanis az a feladat, hogy van neked mondjuk 500 ezer alkalmazásod, ami azt jelenti, hogy 500 ezer host neved van a Heroku app alatt. Ez az 500 ezer alkalmazás átlagosan olyan 2-3 ilyen alkalmazás szerverbe tolkolik, ami azt jelenti, hogy körülbelül 1,5-2 millió alkalmazás szervert kell futtatnod, lehetőség szerint Amazonon. És az a HTTP router rétegnek a dolga az az, hogy a bejövő HTTP header-ök alapján kiválassza azt a gépet és azon belül is azt a izolált instance-ot, ahová el kell rútolni ezt az egészet, mindezt tegye úgy, hogy lehetőség szerint a rajta lévő overhead az ne legyen több, mint egy vagy néhány százalék. Ennek megfelelően ez a HTTP router rétegbe érdemes némi gondolkozást berakni, mindenki bele is rakta, de meggyőződésem szerint, hogy ahelyett, hogy írnánk egy ilyen sajátot, néhány esetben open source eszközöket is lehet használni, majd elmondom, hogy hogy. És ezen kívül van még jó pár réteg. Arra hívnám fel a figyelmet, hogy általában ezeknél a szolgáltatásoknál egy ilyen node, az valami mondjuk Amazonon egy virtuális gép, de mivel Amazonon virtuális gépnek a memóriája az jó pár gigabyte szokott lenni, míg ezek a szolgáltatások általában néhány megabyte vagy néhány száz megabyte-nyi memóriát adnak az alkalmazásoknak, ezért olyan 60-70-30-40, attól függ, hogy ki elemi instanszot, tehát ennyi valamilyen virtualizált vagy izolációs technikával létrehozott instanszot futtatnak EC2. Hogy mivel, azt el fogom mondani. De vegyük is észre, hogy is néznek ki ezek. Tehát először is veszünk egy infrastruktúra szolgáltatót, például AWS-t, vagy építünk sajátot, aztán biztosítunk valamilyen forráskód repozitorihoz hozzáférést, ez manapság inkább Git vagy Mercurial, tehát a Subversion az már úgy letűnő korok régi emléke. És aztán utána azt mondjuk, hogy egy ilyen alkalmazás szerver az maximum néhány 100 megabyte memóriát eszik. És ezzel lehet vitatkozni, hogy ez jó ötlete, de ők azt mondják, hogy ha ez ilyen kicsi, akkor inkább azt csináljuk, hogy sokat indítunk, ha szükség van rá, és dinamikusan skálázzuk, ahogy a bejövő kérések ezt igénylik. Majd utána vagy korlátozzuk, hogy milyen adatbázishoz férsz hozzá, vagy lehetőséget adunk arra, hogy sokféle legyen ez, de mindenképpen korlátozunk a tekintetben, az esetek többségében, hogy ezek között, az instanszok között, amit futtatunk, csak a lokális fájrendszerre lehet írni, viszont nincsen egy közös adattároló mondjuk a médiafájloknak, vagy a feltöltött fájloknak, ami igen kellemetlen szituáció, amikor mondjuk egy médiavikit szeretnénk egy ilyenen üzemeltetni. És hát ezen kívül, hogyha az ember számolgat egy kicsit, akkor ez azért elég drága is tud lenni, hogyha az embertre tényleg rászállnak a kedvenc Facebookos játékával. Tehát az olyan pár millió dollárig is elszállhat a számla mondjuk évente. A tanulság az, hogy mi próbáltunk ilyeneket használni, aztán úgy döntöttünk, hogy inkább csinálunk egy sajátot. Így fogják hívni, ha valaha elkészül. Mint mondottam, a méret a lényeg ebben az esetben, tehát a vállalati Linuxos infrastruktúrát, ha fel tudunk építeni, az még nem egyértelműen jelenti azt, hogy el fogunk boldogulni egy ilyen méretekkel. Ez mondjuk egy ilyen belépő szintű számokkal kell számolni. Tehát ez mondjuk egy ilyen alapszinten ilyet kell elbírni egy ilyennek. Na, akkor nézzük, mi az a load balancer réteg, mit lehet itt csinálni? H-proxy, Nginx és írjunk sajátot. A első és legfontosabb dolog, hogy az ember évtizedeken keresztül azt gondolta, hogy ha felhúzok egy Apache-ot, bekonfigurálom az Apache Preforkba, hogy legyen 20 instanszom, akkor azzal a világ megoldódott. Ez egészen addig igaz, amíg nem ugranak rád. Tehát amíg egyszer csak nem az van, hogy kiküldesz egy levél áradatot, és tényleg beesik pár millió user. Ez ma már nem ritka. 2006-ban azért változott meg a világ, mert ezt ma már gyakorlatilag egy magyar szolgáltatás is bármikor elérheti.
És ilyenkor jönnek azok az EPOL alapú, alapvetően IO, kernelben IO balancing vagy aszinkron IO-t támogató rendszerek, amik nem így működnek, tehát nem úgy működnek, hogy threadeket vagy processzeket indítanak, hanem a kernel EPOL által biztosított aszinkron IO rendszert használják, és ennek az az eredménye, hogy viszonylag kis memória felhasználás mellett nagy mennyiségű konkurens klienset tudnak kiszolgálni jó teljesítménnyel. Ez a klasszikus úgynevezett C10K probléma, azaz hogyan szolgáljunk ki 10 000 vagy 500 000 párhuzamos queryt egyszerre. Ezek a itt felsorolt szoftverek ezt tudják, és ezen kívül még a HAProxy egyébként általános TCP TLS terminátorként is tud működni. Egy gond van ezekkel, a felső kettővel, hogyha 10 másodpercenként kell konfigot változtatni, már pedig egy ilyen infrastruktúrán általában ez van, hiszen a userek folyamatosan változtatják az infrastruktúrát, akkor a tapasztalata szerint körülbelül 10 másodpercenként kell újraindítani egy ilyet. Mondjuk a HAProxy-ban, a config file-ban lesz körülbelül 10 000 reguláris kifejezésünk, ami a HTTP header-re irászkedik és elmondja, hogy hova kell irányítani. Ha 10 másodpercenként egy 10 000-es regexpet újra kell indítani, akkor gratulálok annak az infrastruktúrának, aki ezt meg tudja csinálni. Ezért nagyon sok esetben ez egy tervezési probléma. Senki nem gondolt arra, hogy egy HAProxy 10 másodpercenként kell elindítani, és a config file-ban 10 000 darab reguláris kifejezés lesz. Ezért például az EPIO-s csapat írt egy sajátot, ilyen mantridot, ami például azt tudja, hogy a queryt meg tudja állítani, alatta ki tudja cserélni az infrastruktúrát, majd tovább engedni, tehát tudja várakoztatni, illetve mindez futási időben le tudja cserélni a config file-t. Ez nagyon hasznos, hogyha az embernek ekkora infrastruktúrát kell üzemeltetni. Beszéltem arról, hogy az Amazonon futtatunk, de az Amazonon sok memória van, most neked keveset adunk, ennek van üzleti oka, meg nem. Mit lehet csinálni, hogy izoláljam a különböző usereket egymástól? Hát ugye 1995-ben a C3 út volt nagyjából az egyetlen erre alkalmas eszköz. Nagyon szerettük, felépítettünk rá mindenféle GR-szeket, meg R-szeket, meg RS-bacot. Aki erre valaha emlékszik, az valószínűleg öregebb, mint én. Aztán sokan rájöttek arra, hogy tehát kétféle irány indult el a virtualizációban. Egyik ez a Xen VMware, a hardvert is igénybe vevő virtualizáció, a másik az pedig inkább így a Solaris-os mainframe-es világból ez a konténer alapú operációs rendszer által támogatott virtualizáció, vagy inkább én izolációnak szeretem nevezni, mert nem olyan szintű virtualizációt biztosít, ami ezt lehet. De volt mindenféle kernel patch, ez a vServer, illetve az OpenVZ, illetve volt még egy kereskedelmi, aminek mindig elfelejtem a nevét. Ezek voltak a nagyon népszerűek, és nagyon sok webhosting szolgáltató ezeket használta. Na mára a 2.6.29 óta van az LXC, ami a Linux konténer, ami lényegében egy Solaris gyökerek vagy gondolatvilág mentén megvalósított, kernelben mindenféle patch nélkül működő konténer technika, és hát ezt még, mivel jól össze van gyógyítva a C-Group nevű alrendszerrel a kernelben, ami tulajdonképpen a különböző device-oknak a namespace alapú hozzáférés szabályozását teszi lehetővé, ezáltal tulajdonképpen arról van szó, hogy a kernelben egy-egy processzekhez ilyen névtereket rendelhetünk hozzá, hogy ez az A névtérben fut, meg ez a B névtérben fut. És ez a névterezés, ez lehetővé teszi azt, hogy az A névtérben futó processzeinket, ami lehet maga az init, és akkor nyilván az init-től lefele minden processz lehet abban a névtérben, lehetővé teszi, hogy ezekben a névterekben különböző hozzáférési jogosultságokat határozzunk meg. Például, hogy a def per nullhoz abban a névtérben hozzá lehet férni, vagy nem. Ezt még kombinálva némi GR-szekkel egy viszonylag biztonságos rendszert lehet még kivalakítani, ráadásul kis erőforrás overhead mellett. Na, most már tudjuk, hogy mibe rakjuk az alkalmazásukat, már csak az a kérdés, hogy mit rakunk bele. Hát sokfélét lehet belerakni, ugye manapság ahány webfejlesztő annyi nyelven szeret alkalmazást fejleszteni, itt csak a legnépszerűbbeket és a személyes kedvencemet, a Haskellt írtam fel. Az elsődleges feladat, hogy azt hiszi az ember, hogy megvan oldva a csomagkezelés azzal, hogy Ubuntu apt-get install, na ezt felejtsétek el webes alkalmazások esetén, nincs az a mennyiségű package, amit valaha Ubuntu maintainer be tudnak rakni a repozitoriba, mint amit web alkalmazás fejlesztők össze tudnak gányolni egy alkalmazásba. Ezért aztán minden rendszerhez tartozik egy saját menedzsment, aminek az a nagy előnye, hogy egyébként ezek többnyire Windowson is működnek. Úgyhogy aztán minden ilyen felületnek megvan a maga változata.
És ezen kívül, hogy szép legyen az élet, és a harmadik szintű virtualizációt is bevezessük az egészbe, általában amiatt, hogy az A fejlesztő szereti az adott típusú verziót használni egy ilyen csomagból, a B típusú fejlesztő a B-t, C meg a C-t, és ezeknek mindenféle kombinációját, meg ezek ugye fejlődnek is, ezért a különböző rendszerek lehetőséget tesznek, hogy a webalkalmazás keretrendszer szintű izolációt vagy virtualizációt vezessünk be, erre is vannak eszközök, itt felsoroltam párat. Továbbá, és minden ilyen hostingnak az alapja az az, hogy legyen valamilyen standardizált út vagy mód, amivel az alkalmazás szerver és a webszerver egymással beszélgetni tud. Na hát a különböző stackekben ezek is megvalósulnak, VSGI, REC, FCGI, hát a CGI az mindig működik, csak lehet rajta gyorsítani. Majd utána, és hát azt kell, hogy mondjam, hogy végre a világ eljut oda, ahol a Java már nagyon régóta volt, vannak jó alkalmazás szerverei. Na ezeket kell valahogy beinstalálni és az egészet összerakni, ehhez viszont egy automatizált konfiguráció menedzsmentre van szükség. Ebből kétféle világ létezik. Az egyik világ azt mondja, hogy pull, a másik meg push. Mit jelent ez a kettő? Azt jelenti, hogy mondjuk a pull az azt jelenti, hogy itt van nekem egy rakat konfigom, és SSH-val 1000 gépre rátolom ezt a konfigurációt, ez a push, igen. Ebből kétféle megoldás van, a Fabric és a Capistrano, mindenkinek ajánlom, akinek akkor egy infrastruktúrját kell menedzselnie. Ezekkel nagyon jó, lényegében Python-szerű skripteket lehet írni, ami végső soron oda megy, hogy SSH-zzal befussad, futtasd le ezt a parancsot, vagy tölts fel ezt a config.tfile templétet, cseréld ki benne a host neveket, és az egész kerüljön úgy, és működik, és kész. A pull módszer az az, hogy nekem fut valami agentem azon a gépen, mondjuk elindul a virtuális gép, fut rajta egy agent, beszól egy szerverhez, és azt mondja, hogy én vagyok a webszerver, mit kell nekem csinálni ahhoz, hogy én webszerver legyek tényleg? Aha, te vagy a webszerver, akkor neked azt kell csinálni, hogy telepíts Apache-ot, Nginx-et, konfiguráld be, így legyen fenn ez a csomag, stb. Megkapod, mint agent ezt az információt, és megcsinálod. Általában ezek a, főleg a Puppet meg a Chip nagyon népszerűek, nagyon jól skálázódnak, ez a nagy előnyük, és egy eléggé absztrakt leíró nyelvet biztosítanak arra, hogy igen komplex konfigurációkat is lehessen vezérelni. Na, ha már van rendszerünk, tudjuk telepíteni rá, és lehetőség szerint ez még 10 000 gépen is működik, relatíve mondjuk 3-4 másodperc alatt, akkor utána ezt az egészet monitorozni kell, és ha bármi van, akkor itt talán újdonságot nem mondok azzal, hogy persze mindenki ezt Nagios-szal és Muminnal csinálja. Meggyőződésem szerint open source fejlesztési szempontból ez a legígéretesebb terület, ugyanis itt nem használták ki még azt a tulajdonságot, hogy ezek a szoftverek, amik itt fel vannak sorolva, ezeket sokan használják, viszont ilyen mennyiségű és ilyen méretű infrastruktúráknál nem működnek jól. Személyes tapasztalatom szerint a Nagios olyan 10 000 gépnél, a ZenOS olyan 30 000-nél, a Zabbix olyan ígéret szerint olyan 100 000-nél kezd el komoly problémát okozni. Nagios-t futtattam 10 000 gépen, hát ahhoz egy, nem tudom, 16 kóros Solaris is kevés volt 10 000 device esetén. Hát pedig, és az RRD adatbázis az egy csodálatos dolog, megmentette a világot, de hogyha diszkre ki kell írni 10 000 gépen lévő mondjuk 100 metrikát, akkor gyakorlatilag megáll az élet. Igen, Kanglia az egy klaszterizált monitorozó cucc, működik úgy kb. 100-200 gépig. Logokat is gyűjteni kell, tök jó, van nekünk syslogunk, kiváló, hogy gyűjtsük össze a logokat. Az utolsó rendszer, amin dolgoztam, ott 1 000 000 logüzenet jött be másodpercenként, tehát meg lehet kérdezni az itten az FSF konferencián logozásból, logolásról előadó kollégákat, hogy ezzel mit tudnak kezdeni, például a syslog NG-vel is kíváncsi lennék, hogy mit tud ezzel kezdeni. Tapasztalatom szerint azért vannak problémák, és nem véletlen, hogy a Facebooknál, meg a tehát a Cloud Era-nál nem ezt használják, hanem írtak sajátot, aminek pont az a lényege, hogy kihasználja ezt az aszinkron IO-t, és nagyon sok cache-elést, kaszkádolást, és mindenféle trükköket lehet velük csinálni, amik pont arról szólnak, hogy ha van 60 000 gépem a világ n különböző pontján, akkor mégis hogy lehet logokat összegyűjteni. Ha az egészhez még egy API-t csinálunk, és felépítünk hozzá egy ilyen menedzsment rendszert, akkor kapunk egy egész jó szolgáltatást. Legalábbis az a célunk, hogy egy ilyet összehozzunk, amihez egy ilyen egyszerű config felületet adunk. Nem vagyunk kész, de ez a prototípus már ilyen szinten működik, ezeket az utasításokat biztosan ki tudom beleadni. A jövő meggyőződésem szerint az, hogy a webes alkalmazások és általában a kisvállalati infrastruktúra megszűnik abból a szempontból, hogy nem lesznek rendszergazdák, hanem ilyen cloud szolgáltatásokon fogunk alkalmazásokat hostolni, még akár
ilyen esetben. Ezen dolgozunk, igazából side projektként, tehát nem ez a fő cél. Azért csináljuk, mert nekünk van egy olyan alkalmazásunk, ami a meglévő ilyen infrastruktúra igények mellett nem tudott futni az előbb említett Herokun vagy ilyesmin. Ha valakinek van kérdés, akkor... Üzleti modell, managed instance, $10 per hó, az első 3 ingyenes. Maga a szoftver az szolgáltatásban adott.